Közismert, hogy dr. Onder Csaba rektori tisztsége 2017. januárban szűnt meg okán. A Nyíregyházi Egyetem rektori székének év elején megüresedését követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki a tisztségre. Az Oktatási Intézmény Szenátusa felhívást véleményezte és javaslata alapján négy éves időtartamra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megjelentette a pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben. A felhívásra egy pályamű érkezett be. Vasné Doktor Figula Erika főiskolai tanár pályázata mind a tartalmi, mind a formai követelményeknek megfelelt. Elindult a véleményezési folyamat, majd májusban egy fórumon ismerhették meg a jelöltetés pályázatát az oktatók, közalkalmazottak és a hallgatók is. A fórumra a szokásoknak megfelelően Besenyei Aulában került sor, igen széles körű érdeklődésre tartott számot Vasnyi doktor figura Erika pályázó bemutatkozása, pályázatának a bemutatása. Majd a szenátus hozta meg a döntését, a szenátus májusban döntött a rektorjelölt személyéről, többségi szavazással elfogadta és támogatta Vasnyi Dr. Figula Erika asszony pályázatát, és megszavazta, megválasztotta rektorjelöltnek. Nos, a rektorjelöltet felküldtük és felterjesztettük ugyanúgy az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé miniszterúrnak, aki ezt követően javaslatával ellátva megküldte köztársasági elnök úrnak aláírásra a rektori tisztség, a rektori megbízást. Vasnyi Dr. Figula Erika rektorjelölt így megkapta 2017. augusztus első napjától 2021. július 31-e napjáig, azaz négy éves időtartamra a rektori tisztségre szóló megbízását. Vasné doktor Figula Erika rektor már pályázatában is kiemelte, arra törekszik majd, hogy az intézménynek biztos jövője legyen, és szeretné erősíteni az egyetem úgynevezett tudáscentrum jellegét. Emellett célja a hallgatói létszám növelése, a lemorzsolódás csökkentése, a tudományos diákköri munka erősítése, valamint a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló hallgatók szakmai, személyes gondozására is nagy figyelmet szeretne fordítani.